A hét kudarcával kezdünk. Lonymeleg edzőmeccset láttunk szerdán a Győr-Fradi női Magyar Kupa negyeddöntőben, amiért akkor és ott a jó cél érdekében egyfajta jószolgálati nagykövetként nem hibáztattuk a csapatokat. De utólag elmondható, ez a meccs ebben az időpontban egyik félnek sem hiányzott. A vesztes Fradi mégis jól jött ki a hétvégén, a győztes Győr viszont rosszul. BL csoport győzelmüket és négy közé jutásukat ugyan veszély nem fenyegette, de Karl Erikbøn vezetése alatt mégis elszenvedték első vereségüket. A mester volt csapata ellen a BL címvédő Larvik otthonában 7 góllal maradt alul az Eto. A hét bravúrját a Ferencváros mutatta be. Ha már itt tartunk, az FTC Pler Budapest is kitett magáért a Veszprém ellen, de az igazi bravúra ferencvárosi lányoké. Elek Gáboréka a Rostov után a Zvezdát is likvidálták a kekből, méghozzá 2 győzelemmel. Jelzem, a Volgograd még versenyben van, és ha már lúd, legyen kövér. Kívánom a sorsolással eddig mindig hadilábon álló év csapatának, hogy teljes orosz írtást végezzen a kupa győztesek Európa kupájában. A hét meccsét Gyöngyösön rendezték, ahol eldőlt, hogy a kétete csurgón bravúr győzelmet arató Tatabánya valószínűleg nem jut be idén a legjobb négy közé. A Mátra alján végletekig kiélezett találkozón 27-26-ra az NB1 újonca legyőzte a tavaly előtti bronzérmest. Még fél perc, Kotor már rutinja, nagyon sokat érhet, Kotor már tovább teszi, Sándor Roland, 7 méteres belül védekezés miatt, 7 méteres kap a Gyöngyös! Balog vele szemben Bartuc, Balog vagy Bartuc, Balog! Harsányit megállítják, az óra viszony nem áll, pereglek a másodpercek, ment van Dénes, ott van a labda Dénes kezében, Dénes többi a kenyeres fér, kikapott a Tatabánya, kikapott a Tatabánya Gyöngyösen, 27-26-ra! A hét emberét is ebből a meccsből választottuk ki. Halász Máté talán legjobb meccsét játszott a gyöngyösi színekben, tarthatatlan volt és 10-szer köszöntve volt csapatának. Tatabányán nem fogják aranyba önteni a kezét az átlövőnek, és ennek talán Máté hippós barátnője Temes Bernadett sem örülne, aki pedig a formába hozásnál elévülhetetlen érdemeket szerzett. Máté megtalálta a lövő kezét, a góllövő kezét, úgyhogy nagyon örülök neki meg. Mekkora munka van ebben? Erről inkább nem szeretnék most beszélni. 18-as karika felett. A kulisszák mögé szívesen lát be az ember. A Gyöngyös Tatabánya meccsen megtudhattuk, hogyan kell befejezni néhány másodperc alatt egy támadást, és mire kell figyelnie egy kapusnak. Miután mindezt, az elmélet után a gyakorlat is alátámasztotta, mi megválasztottuk ezt a jelenetet a hét pillanatának. A főszereplő Kenyeres Pál amúgy is megérdemelte teljesítményével, hogy bekerüljön a hét legjei közé. 9 másodperc van! Hagyjuk a bal szélsőt, mert hátrányban vagyunk. Kínaira figyelni! És bal szélső marad, ha lőnek, bal szél, senki más nem lőhet. Diaz, le a szélre, na megvan, amit szeretnének, és Kenyeres véd! Kenyeres védi, amit megbeszéltek! Iváncsik nem tudja bevarni az ígyszer! 14-12!